Így adta át az államtitkár a Pécsi Iparkamara elnökének ítélt miniszteri díjat. Pénteken kapta meg Kéri István az oklevelet és a hozzátartozó érmet. Március 15-e alkalmából Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, dr. Kéri István elnök urat, aki a Baranya Pécs kereskedelmi és iparkamara elnöke, és egyúttal a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyik alelnöke, tehát nemzeti ünnepünk alkalmából a Magyar Gazdaságért díjjal tüntette ki. A nemzeti ünnepen nem tudta átvenni az elnök a díjat, ezért most az államtitkár személyesen hozta el azt Pécsre. Baranya megye és Pécs gazdaságának fejlesztésében végzett több évtizedes munkájáért vehette át az elismerést Kéri István. A központi javaslat ilyen szempontból ezt is méltányolta, hogy a kamaránknak országos szinten is elismert és ismert tevékenységeit tapasztalják nap, mint nap. A testület munkáját értékelték, nem egyéni díj ez, ezt mondta a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a díj átvétele után. A kamara elnöksége munkatársai köszöntötték Kéri Istvánt a pénteki díjátadón.